Üdv mindenkinek, sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt a Valódi Bűnösetek. Mint láthatjátok, a mai téma is igen érdekes lesz. A mai rész pedig nem másról, mint a soffüldős gyilkosról fog szólni. John George Hay, a soffüldős gyilkos története pont olyan szörnyű, mint ahogy a beceneve sugalja. 1949-ben a rendőrség razziát tartott a Leopold Street-en, West Sussex-ben. Egy raktárban, ami Johnnak a tulajdonában állt belül, a raktáron belül több 150 literes hordot találtak, és olyan konténereket, amelyekben töménykénysavat tartottak. A raktáron kívül pedig találtak 15 kilónyi emberi test egy lábnak egy részét, egy epekövet, vagy annak a darabját, és egy műfogsornak a darabját találták meg. A nyomozók számára világosá vált, hogy mi történt. Amint felnyitották a hordokat, látták a savat benne, és tudták, hogy Hay így ölt meg valakit, hogy belerakta a testét a savba, és megpróbált azt feloldani. Így próbálta meg Hay elrejteni a bűnjelet. A nyomozás akkor vált félelmetesebbé, érdekesebbé, amikor kiderült, hogy Johnnak nem ez volt az első ilyen savas gyilkossága, hanem már régebben is megtette ezt, és tervezte, hogy újra megteszi, csak adódott egy apró baki. Most egy picit bemutatom nektek John-t, hogy hogyan nevelkedett, és hogy vált azzá, aki. Ő nem egy tipikus gyilkos típus volt. Ő gyerekkorában abszolút nem volt erre, nem mutatott erre hajlamot, sem az erőszakra, sem semmilyen büntényre. Tehát egy nagyon jó családban nevelkedett. A szülei zongorakoncertekre vitték, tudományos pályán is nagyon kiemelkedő volt, több ösztöndíjat és díjat is kapott. De 25 éves korában megváltozott valami. Csalásért börtönbe került. Az akkori felesége, aki csak pár hónapja volt a felesége, ott hagyta john és John családja nagyon konzervatív volt, ezért ők is attól a pillanatról kezdve elzárkóztak John-tól. John a csalásért két évet kapott, és miután ezt az időt letöltötte, kijött a börtönből és elment Londonba, ahol taxis volt. De emellett ugyanúgy folytatta a különböző csalásait, pedig épp hogy csak most jött ki a börtönből. És hogy milyen csalásokat követett el? Nos, ő William Adamsonnak adta ki magát, egy jó nevű ügyvédnek, és különféle jómodú áldozatokat talált magának. Azt mondta, hogy ő neki voltak ügyfelei, akik meghaltak, ezért maradt egy csomó részvény, amit piaci ár alatt értékesített az áldozatainak, az ügyfeleinek. Ez működött is egy darabig, de egyszer az egyik átvert, észrevette, hogy hamis nevet írt a papírokra. Ezért feljelentették john -t. john 1939-ben tartóztatták le, ezúttal négy évre. A börtönben John egy valamire jött rá, nem azt, hogy nem akar többet csalni, hanem azt, hogy azért bukott le, mert életben hagyta az áldozatait. Ezért a négy évet, amit a börtönbe kellett töltenie, arra fordította, hogy kitalálja, hogy legközelebb hogyan ne bukjon le. Nem arra jött rá, hogy nem kéne többet csalni, hanem arra, hogy a legnagyobb hiba az az, hogy életben hagyta az áldozatokat. Úgyhogy négy év alatt folyamatosan azon töprengett, hogy hogyan tudná elrejteni az áldozatokat, hogyan tudná őket úgymond megsemmisíteni és terve volt az, hogy amint kijön, ezt életben is alkalmazni fogja, tehát folytatja a csalásokat, csak éppen úgy, hogy eltünteti a lendő áldozatokat. Bentléte alatt elkezdett kutakodni egy francia gyilkos, George Alexander Saré módszere után, aki kénysabban oldotta fel az áldozatait. Na most John annyit változtatott, hogy különféle savakat használt, és egereken kísérletezett és kiszámolta, hogy mennyi idő alatt bomlik el egy egérnek a teste. És így alányosítva kiszámolta, hogy mennyi kénysav kéne egy átlagos ember testéhez, és mennyi idő. John miután leülte a négy évet, kiszabadult a börtönből, magabiztosabb volt, hiszen már tudta, hogy hogyan fogja eltüntetni az áldozatokat, akiket átvert. Elkezdett dolgozni a számviteli osztályon egy mérnöki irodánál majd egyszer találkozott egy régi barátjával, akinél annak idején taxisofőrként dolgozott. Ez a barát William McSven volt. John amúgy nagyon irigy volt McSvennek az életstílusára. Ahogy beszélgettek, kiderült, hogy William McSven a szüleinek az ingatlanjait adja ki bérbe, és őnek az a feladata, hogy a bérlőktől beszedje a pénzt. John nagyon irigy lett erre az egész életstílusra, irigyelt az, hogy szinte nem is kell dolgozni, és milyen pazar életet él William. Ezért nem sokkal később John egy alaksorba csalogatta Williamet, és fejem vágta. A férfi belehalt a sérülésbe. Ekkor John fogta William testét, berakta egy 150 literes hordóba, és töménykénysavat engedett a férfi testére. Pár nappal később a férfiból nem maradt más, mint körülbelül 100 kilónyi úgymond iszap, amit a férfi a raktár mellett lévő csatornába öntött. Sikeres gyilkosságán felbúzdulva, John átvette Williamnek a szerepét. Mostantól ő szedte be a bérleti díjakat, John azt mondta a William szüleinek, hogy William megszökött a besorozás elő, de William apjának ez előbb-utóbb gyanús volt, hiszen már miután már véget ért az egész besorozási időszak, akkor sem került elő a fia. John megtudta, hogy William apja elkezdett gyanakodni, ezért úgy döntött, hogy William szüleit is ideje megölni. John teljes egészében átvette, megszvennéknek az ingatlanjait, kirabolta őket, 10.000 dollár készpénzhez jutott, és beköltözött egy Kensingtoni hotelba. Nagyon fényűző életet élt, és emellett szerencséjáti problémái adottak. A 10.000 dollár sokkal gyorsabban elfogyott, mint azt ő eleinte gondolta volna, ezért úgy döntött, hogy ideje egy újabb gazdag házas párt keresnie, akit ugyanúgy kirabolhat és megölhet. John legújabb áldozatait úgy találta meg, hogy érdeklődést mutatott egy eladó ingatlan iránt majd a megfelelő pillanatban megölte a tulajdonosokat, Archibald henderson és feleségét, a Rost. Ugyanúgy ölte meg, mint Maxwell szüleit. És miután a kénysabban feloldódott a testük, ugyanúgy őket is egy csatornába, egy aknába öntötte. És így szabadult meg az újabb áldozatoktól. Az a raktár, ahol megölte áldozatait, eddigi öt áldozatát, ugye Vilém maxwell annak a szüleit és a legújabb két áldozatot, tehát ez a raktár tökéletesnek tűnt, hiszen itt tudta tárolni a hordókat, a kényszavat, volt egy csatorna, ahol kiöntötte az áldozatok maradványait. Ez a raktár azért is volt jó, mert egy picit távolabb volt a várostól, és akkor nem nagyon lehetett hallani ott a zajokat, nem járkált ott senki. Ennek ellenére egy nagyobb raktárat akart bérelni, közelebb a lakóhelyéhez. Ezért bérelt egy új raktárat, egy nagyobbat a Leopold Street-en itt sokkal több hordott és kénysavat tudott tárolni, úgyhogy gondolom nagyszabású tervei voltak a gyilkosságokkal kapcsolatban. Olive Durand Deacon egy gazdag özvegy volt. Ugyanott lakott, ahol John, ugyanabban a hotelban. És miután megtudta, hogy John egy mérnöki irodánál dolgozik, mivel a nő magát feltalálónak tartotta, és volt egy ötlete, a műkörömre, ezért úgy döntött, hogy ezt megosztaná Johnnal, hát ha a nő mint feltaláló és a férfi mint a mérnök irodánál dolgozó, tudnak egy közös munkát összehozni. John pedig úgy döntött, hogy elcsalja a nőt a raktárba. Valamiért John úgy döntött, hogy a nőt megöli. Viszont a problémák itt kezdődtek, hiszen a régi raktárban volt egy közvetlen hozzáférése a csatornához. Volt ott egy akna, ami beöntötte a későbben feloldott áldozatokat. Itt viszont nem volt közvetlen kapcsolata csa egy csatornával, ezért a raktár mögötti ilyen szemét kupacra kellett mindig öntenie a feloldott áldozatokat. Ennek köszönhetően találták meg Olive maradványait a rendőrök. Olive Durand Deacon holtestének vagy annak maradványainak megtalálásakor John-t letartóztatták, és gyilkossággal vádolták meg. John azt mondta, hogy az áldozatai vérének ivása örítette őt meg, ezért örültségre próbált hivatkozni, bár semmilyen bizonyíték nem volt arra, hogy John megitta volna az áldozatok vérét. Miután lefolyt a tárgyalás, amikor John az őrültségre hivatkozott, akkor előállt az egyik tiszt, aki ott volt a letartóztatásakor, és elmondta, hogy John megkérdezte az őt letartóztató tiszttől, hogy mennyi az esélye, hogy előbb szabaduljon egy CHI intézetből, mint egy börtönből. Tehát világossá vált, hogy ez az egész őrültségre való hivatkozás csak azért volt, hogy sokkal kisebb mértékű büntetést kapjon. Az esküdtszéknek ezen információ birtokában csak pár percbe tellett, hogy john -t bűnösnek találják és halálra ítéljék. 1949. augusztus 10-én John George Hayt bűnei miatt kivégezték. Remélem ezzel a történettel valami újdonságot tudtam elmondani nektek. Ha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok, hagyjatok egy kommentet és iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek meg. Remélem a következő videóban találkozunk. Addig is, sziasztok!